Kitty háromra kaparra, hogy megtalálják Budapest egész területén. 10 perc előtt kell adnod az egyetlen segítőeszközöd a telefonon, úgyhogy sok sikert. Most az van, hogy 13.30 van, 5 perc múlva elvileg jön egy vonat, úgyhogy azt reméljük nem érik el a lányok. Ebben a ruhában látott, és át fog költözni, hogy teljesen ne tudja, hogy nézek ki. 5, 4, 3, 2, 1... Ide értünk a West Endbe, én átöltöztem. Ezeket a cuccokat még Kitty egyáltalán nem látta rajtam, úgyhogy valószínűleg nem fog annyira felismerni. Kitték most indultak el, itt lokátoron látjuk. Valószínűleg nem vonattal jöttek, mint mondtam, hanem buszoznak. Olyannyira ismerem már Gábort, hogy biztos vagyok benne, hogy először a Nyugatiba fognak menni. Szóval mi is oda megyünk, csak mi nem vonattal, hanem busszal. Hanem buszoznak. Itt vagyok a Nyugatinál, és ott vannak Nyugatival szembeni lévő utcában. Szóval lehet, hogy már most elkapjuk őket. Itt vannak teljesen mellettünk, úgyhogy most fogunk elindulni. Innen bekerítem őt, és megtalálom. Itt konkrétan azt hittem, hogy végre lesz a játéknak, ugyanis telibe szembe jött velem. Ott vannak! Rossz irányba kezdtünk el futni, úgyhogy most teljes mértékben mögöttünk vannak, úgyhogy futunk a másik irányba. Meglépett! Szóval most futok utána. Nem tudom, hol futott. Eljönt! Ebbe, ide, oda, oda, sehol, sehol nem találom. Elkezdtünk visszafele futni, és most keresünk valami másik spotot. Néztem, hogy a lokátoron elindult a Széll Kálmán tér fele, szóval biztos vagyok benne, hogy a várba megy. 4-6-tal fogunk menni a Mamut fele, onnan fölmegyünk valószínűleg a várba. Nem sétálva, hanem busszal megyek fel a várba. Ide értünk a Széll Kálmán térre, ők még csak most értek át a hídon a 4-es-6-ossal. Felmegyünk a Halászbástyához, onnan elvileg van egy nagyon gyors levezető út, onnan lejövünk és elmegyünk 2-es metróval a Deákra. Reméljük, addig nem kapnak el minket. Na, most mehetünk a buszhoz, szóval sietünk, hogy elérjük őket. Most jött egy villamos, számításom szerint azzal jöttek, úgyhogy most felmegyünk gyorsan a Halászbástyához, hogy kikapcsolom a lokátort, elmegyünk Deákra le a 2-es metróhoz, utána a Deákon fogom bekapcsolni a lokátort, hogy ne tudják, hogy mi van. Most fog menni a busz. Szóval sietek, hogy utolérjem, de ő még mindig sétál. Itt vagyunk a várkertbe. Kibéreltem a mai napra, csak a videózás napjára. Itt minden ember, akit majd láttok a videóba, statiszta, felfogadtam őket is. Ott a busz! Adás már! Valószínűleg busszal fognak jönni, mert Kitty elég szegény lusta, és nem fog futni, illetve gyalogolni felfele a, tudod, a hegy. Most lejövünk itt chillelni, gyönyörködünk a... Igazából ez mi? Valami templom. Templom. Az a baj, tűz a nap, nem kentem be magamat semmivel. Itt vannak a statiszták, nagyon jók, nagyon jól dolgoznak. El tudok bennük vegyülni, buszoznak fölfele, megmondtam. Rohanunk lefele, itt most kikapcsolom a lokátort, és megyek Deákra. Most azt fogjuk csinálni, hogy nagyon sok ember közé be fogunk menni, itt fogom kikapcsolni a lokátort, és a másik oldalára a várkertnek leülünk. Itt kell lennie. Itt vannak valahol, mert láttam az előbb őket, úgyhogy megpróbálunk elsunyogni, vagy elfutni mellettük. Az alatt a fal alatt vannak, most itt elvegyültünk, és megpróbálunk majd mellettük elfutni. Telibe ide írja a lokátor, hogy itt van. Itt kell lennie, ha most nincs itt, nem tudom, amit csinálod. Szembe fogunk elmenni velük, és megpróbálunk mi lemenni a várkertből. Sehol nincsen, lehet lement a föld alá, vagy nem tudom. De a lokátor ide mutatja. Pontosan ide. Pont előttük mentünk el. Menjünk le a lépcsőn is. Most próbálunk elvegyülni. Szintén. Biztos, hogy itt van lent. Mert meg akar szivatni. Szóval, ha itt nincs, akkor nem tudom. Nem volt itt. Sikerült lejönnünk sikeresen. Viszont nagyon félünk, hogy meg fognak látni minket. Ugyanis ott kapcsolt ki utoljára a lokátort. És elmentek arra, és mi pont ott voltunk. Úgyhogy lehet meghúzzák a váratlan ismét. És az ellenkező irányba fognak menni, és azok remélem ott fönn nem ők, úgyhogy menjünk. De nem kapcsoltam ki a lokátoromat. De akkor azt mondta, hogy 12 perccel ezelőtt voltál ott. De nem vagyunk ott, Kitty. Vagy ott vagyunk, na, a lokátort nem kapcsoltuk ki, mert az csalás. Akkor biztos ott vagy. Hát, Kitty, ott vagyunk fönn még a várkertbe. Nagyon tutik vagyunk, meg van rám sértődve, úgyhogy haladunk. Azt hittem, egy kis csalás történt, 10 percig. Nem frissített a lokátor. Most megtaláltam. Szóval most futok megint le. Közben kis városnézés is van. Szóval
Most ha tényleg el kell kapni, most már nagyon fáradt vagyok. Nem nekem való ez a sport. Mit lefordultunk? Melyik a jobb kezem? A jobb kezem fele, jobb oldalra. Kitti, könyörgöm lassabban egy kicsit, mert ezt a tempót nem bírom. Nem látom őket sehol. Most itt vagyok, a Batthyány téren. Közben előttem, két opció van. Vagy lement a metró megállóba, vagy itt lesz valahol. De most meg kell találni, mert nem nyerhet. Itt vagyok a metrónál, most ott felszállunk, és elhagyjuk őket. Most jön a metró. Jönnek le, gyorsan meg fogunk felszállni, mielőtt leérnek. Elmentünk a leghátsó részében, reméljük nem érnek ide addig. Biztos, hogy benne valahol itt van. Csak nem merek felszállni, de most ha megnézem. Hátha. Ezt láttad? Bár lassítom. Igen, konkrétan egy gombnyomáson múlt az, hogy ne kapjon el. Ott voltak! Láttam ott! Mint az előbb láttátok, lassítva lekésték a metrót. Mi elmegyünk most a másik irányba visszafele. Pont ahogy ide érnek, mi elmegyünk. Elértem a következő metrót. Ők még leszálltak, mi elmentünk a másikkal. Úgyhogy most nagyon sok időnk lesz. Szerintem megkajálok, mert semmit nem ettem. Most nem működik a lokátor, mert nem tudjuk a föld alatt. Kossuth Lajos tér. Leszállok a Deákon. Nagyon ajánlom, hogy ott legyen. Nem tudom, hogy mindig hol van, de fölmegyek ott, ahol szokott lenni a pizza mi. Az ilyen tipikus Deákos hely. Szóval ott kell lenni. És most figyeljetek, most jön az utazásunk legdurvább része. Kitti eljött a Deákra, míg én ettem, addig ő megérkezett. És most figyelj! Most nem lesz itt, akkor nem. Mi pontosan ekkor jöttünk ki a pizza miből. Konkrétan ott vagyok piros sapkába a kamerásommal, ekkor észleltünk rá, hogy itt vannak. A fejemben látszik, hogy nem tudom, mi van a kamerásom, meg csak nem mozdul. Pontosan mögöttünk vannak valahol, elvileg erre az utcára fognak befordulni. A pizza minél egyetlen nem találtam. Szóval most megyek hátrébb, mert most oda mutatja a lokátor. Úgyhogy haladunk tovább. Ott a gyere! Tehát megtaláltak, muszáj voltunk egy nagyon gyorsat futni, viszont én most megálltam pihenni, semmit nem ettem, és nem bírtam már, úgyhogy most pihenünk, mert próbálunk elbújni. Ismét eltűnt a szemem elől, mindent be kell vetni, hogy megtaláljam, és elkapjam. Ebben az utcában kell lennie. Látom! Tényleg nagyon nagy közelünkben voltak. Elnézést a rossz felvételért. Valószínűleg most is itt vannak valahol mögöttünk. Én látom őt, de ő most még nem vett észre. Nem futni fogok, hanem... Fényi kommandóba lépek. Futottunk még 2,5 órát körülbelül, annyira kéreztem. Úgy érzem, be fogom fejezni. Valószínűleg most is a nyomomban vannak. Olyan városnézésen vagyok túl most már. Minden olyan utcát, helyet, épületet, parkot látom, amit nem is akartam, de már látom. Megyünk tovább, kikapcsolták a lányok a lokátorukat, úgyhogy fogalmunk sincs, hogy hol vannak. Bár nem is bánom, mert most már kezdek meghalni, erőteljesen érzem. Most lent van a Dunánál. Csak nem tudom még, hogy fogom őt megint elkapni, de új taktika kell. Azon gondolkozom, mivel nem tudom teljes mértékben, hogy hol vannak, illetve hol van a Kitti, hogy felülök a buszra, és hazamegyek. És mekkora fajnyság lenne, hogy hazamennék, és otthon pélyesedni. Mivel nem értek el minket fel a hídra, ezért azt számoljuk, hogy buszozni fognak, elég valószínű, hogy elénk kerüljenek. Hoztam egy taktikus lépést, hogy ne kelljen átmennem a hídon, fölhívtam, hogy nagyon vérzik a lábam, és jöjjön vissza, és én majd ott lecsapok rá. Kérdezik, hogy már mindig elmennek. Hátulról kell lecsapni. Már! Genyó, ma ennyit futni egy nap! Köszönjük
szépen, hogy velünk jutottak ezen a borzasztó hosszú úton, ahol csak futni lehet, lihegni, nincsen innivalónk. Kegyesen. De megtaláltam a végén. 3 órán belül sikerült, és soha többet ilyen. Sziasztok!